Mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, ezt a mai reggeli szentmisét egészségügyi dolgozóként ajánljuk fel, imádkozzunk értük most ebben a különlegesen is nehéz helyzetben. Húsvét 8-adának péntekén jöttünk össze szentmisére, Krisztus feltámadását ünnepeljük minden nap ezen a héten. Gondoljunk feltámadt Krisztusra, és arra, hogy minket is majd a boldog feltámadásban vár ő. Vajon mennyire voltunk ehhez méltóak ezekben az előző napokban? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónó, a mindenható Isten, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat végtesztek, gondolattal, szóval, cselekedettel és urasztással. Én igen nagy védkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életemben, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Péter és János apostol a béna meggyógyítása után még beszéltek a néphez, amikor a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok odamentek hozzájuk.
Rossz néven vették, hogy tanítják a népet, és hirdetik Jézus példájával a halálból való feltámadást. Letartóztatták tehát Pétert és Jánost. Mivel azonban már esteledett, másnapig őrizetben tartották őket. Azok közül, akik a beszédet hallgatták, sokan hívők lettek, úgyhogy a férfi hívők száma közülük elérte az 5000-et. Másnap összegyűltek Jeruzsálem elöljárói, a vének és az írástudók, Annás főpap, Kaifás, János és Sándor meg mind, akik a főpapi nemzetségből valók voltak. Előállították a két apostolt és vallatóra fogták őket. Miféle hatalommal vagy kinek a nevében tettétek ezeket? Akkor Péter a Szentlélekkel eltelve így válaszolt. Népünk előjárói és ti vének halljátok. Ti most magatok elé idéztek minket, mert egy nyomorék emberrel jót tettünk. Kérdőre vontok, kinek a nevében gyógyítottuk meg. Hát tudjátok meg mindjárt ti és az egész választott nép, hogy annak a názáreti Jézus Krisztusnak nevében, akit ti keresztre feszítettetek, és akit az Isten feltámasztott a halálból. Az ő segítségével állít az ember egészségesen. Ő az a kő, amelyet ti az építők elvetettetek, de mégis szeglett kővé lett. Nincsen üdvösség senki másban, mert nem adatott más név az ég alatt, amelyben az emberek üdvözülhetnének. Ez az Isten igéje. Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás tópartján. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimus, vagyis Iker, továbbá a galileai Kánából való Nátánael, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Mi is veled megyünk, felelték. Kimentek és bárkába szálltak, de azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus az.
Jézus megszólította őket. Fiaim, nincs valami ennivalótok? Nincs, felelték. Erre azt mondta nekik, vessétek ki a hálót, a bárka jobb oldalán, ott majd találtok. Kivetették a hálót, és alig bírták kihúzni a tömérdek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez. Az Úr az. Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét, mert neki volt vetközve, és beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire. Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik, hozzatok a halból, amelyeket most fogtatok. Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló. Jézus hívta őket, gyertek, egyetek! A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni, ki vagy, hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret és adott nekik, ugyanígy a hálóból is. Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent tanítványainak. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! A tanítványoknak már kétszer megjelent Jézus, egyszer húsvét vasárnapon, utána pedig Tamás kedvéért, aki nem volt ott, és nem tudta elhinni a feltámadás tényét, 8 nap múlva újra, és most pedig harmadszor is megjelenik Jézus. De most nem számítanak erre. Ott vannak a tó partjánál, és mivel foglalkoznak, mire vágyakoznak ezek a tanítványok ezen az éjszakán, estén? Először talán semmi másra, mint hogy legyen valami, amit megehetnek. Szóval ami egészen földies dolog. És nem nagyon törődnek mással, mint azzal, hogy hogyan lehetne táplálékot szerezni. Péternek nincs ötlete. De ez van úgy bennük, valamit enni kéne. Úgy már kezd körvonalazódni, hogy Jézus feltámadt, és ez egy nagy dolog, hogy őnekik valamiféle küldetésük van, de még nem tudják, hogy mit kellene tenni, hogy valóban az egyház az ő szolgálatukra van bízva. Tulajdonképpen egész éjszaka Péter azzal törődik, hogy mit gondolhatnak a halak, hol lehetnek, hogyan lehetne őket kihalászni a tóból. Ez az ő munkája. Ugyanakkor az is benne van azért, hogy hiába ért hozzá ő, talán a legjobban az egész környéken, mint halászmester, mégsem biztos az, hogy halat fognak. Akár akkor se, hogyha egész éjszaka próbálkoznak. Mindent ő sem tud. Esetleg elkezdenek egymással is foglalkozni, sikertelenségek közepette elkezdenek beszélgetni, és átfordulnak az embertársaik felé, amikor aztán hajnalban valaki ott megjelenik a parton, és azt mondja, hogy hát vessék ki a jobb oldalon a hálót. És ebből, meg a jelenségből János megérzése, aki talán a legjobban szerette Jézust, ő volt a legfiatalabb a tanítványok közül, egyszer csak rájönnek, hogy Jézus az, és Péter rögtön vele is veti magát a tóba, a többiek is gyorsan kieveznek. És végre eljutunk addig, hogy igazából nem is táplálékra, vagy egymás társaságára vágyakoztak, hanem szerették volna újra látni Jézust, feltámadt Krisztust.
megszólítja őket, oda mennek hozzá, és már is pontosan azzal várja őket, amire egész idáig vágyakoztak valamiféle étellel, de azzal is, ami talán pont ezért az éhségtől nem juthatott eszükbe, hogy igazság szerint Jézus társaságára és az ő tanítására vágyakoznak, hadd lehessenek újra feltámadt Krisztussal, hadd tudhassák meg az életük értelmét, és hadd kapják meg azt a megbízatást, ami az egész további életüket meghatározza az egyház szolgálatában, az emberi lelkek szolgálatában. Mi is próbáljunk meg oda menni most Jézushoz, valóban lélekben meghallgatni az ő gondolatait, mi is az ő terve a mi életünkkel, mit kell tennünk, mi az Isten akarata velünk kapcsolatban. Hallgassuk meg ezt az imádságunkban, és tegyünk meg mindent azért, hogy Isten terve teljesüljön. A feltámadt Krisztus örömében mi is próbáljuk meg az Isten akaratát tenni. Amen. Testvéreim, kérjük mennyei atyánkat, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk feltámadt Urunkkal. Hogy egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét. Hogy az egyház pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról. Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről. Hogy mindjárt az odafent valókat keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a te dicsőségedben. Hogy elhunyt testvéreink részesüljenek a boldog feltámadásban az utolsó napon. Jóságos mennyei atyánk, újjászülettünk egyszülött fiat halálában és feltámadásában, tekints ránk kegyelmesen, és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk Krisztus a mi Urunk által. Valósíts meg bennünk is olyan változást, ami a húsvéti adományainkban végbe megy, hogy a földi szenvedélyek helyett a mennyország vágya töltsön el minket Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Istenünk, mert hova méltó is
minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent ünnepen, időn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány, mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és feltámadásával új életet szerzett nékünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földnek, a nagyvilág örvendezve hűljön, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget muszáll zenni, és vég nélkül énekli. Kérlek, hívj tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva hálást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta és így szólt, egyétek. És egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után, ugyanígy kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta és így szólt, vegyétek. És igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme megváltásunk szent titka. Hányszor eszünk ezt a kenyeret, és iszunk ebből a keheretből, haláladat hirdetjük, Urunk, amíg el nem lesz. Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent Apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Norbert és Szent Ágoston atyáinkkal, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádott Ferenc pápánkat és András püspökünket, a püspökök testületét, Márton apátunkat, a papságot és egész megváltott népedet.
Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhújt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból. Fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Által vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélek kereségben, minden tisztelet és dicsőségünk örökké. A Krisztussal feltámadtunk Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni.
áldott gyermekeidet folytonos atyai jóságunkban, hogy akik fiat szenvedése által megszabadultak a bűntől, az ő feltámadásán örvendezzenek, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veled. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Alleluja. Alleluja.